Hello, sziasztok! Itt a szilveszter, még egy piakostolás belefér. Vettem scotchot, meg van bőrben, nem? Igaz, hogy a scotch... Most miért mondom? Azért, mert ugye Johnnie meg Jack van a véremben. Megvan ez a nagyon hülyeség? Hát hogyan? Hát hogyan? Akkor miért nem Jimmy meg Jack van a véremben, akkor bőrbönök? Nincsen ember szerintem, aki egyszerre a scotchot meg a bőrbönt azt úgy egy helyen említi. Hogy ezt úgy ugyanis van ez? De tegyük ezeket egymás mellé, hogy miről beszélünk. Mert ugye a Johnnie Walker, a Johnnie, az ugye scotch. Az visz ki, ide van írva, látod? Visz ki, Y-nal megsértődnének, ha ezt leírnád kell, hogy kulcssal. Ez lesz ezen az oldalon, a scotch, és akkor a bonyolultabban betűzhető Jack, ugye? Nem is akármilyen a mézes, hát most tiszta Jackie nincsen itthon, de a bourbon képviselője. És hogy legyen közte valami kis öblítés, valami kis lazára gondoltam. Hát, én nem tudom, a 62-es tátratejek kicsit egy abszolút vodka. Ez tényleg egy teljesen tiszta alkohol. Csak azért, hogy kiablítsuk a szánkat. És akkor öntsünk, töttsünk, vagy hogy mondjuk. Így. Ho-ho-ho-ho. Állj meg szépen, állj meg. Na, Johnnie, figyelj ide. Azt kácsunk. Aztán Jackie-t meg ide öntjük a másikba. Ez azért finomabb, az egészen biztos, hogy nem bourbon szeretem. Meg hát ő mézes is. És akkor itt egy kis öblítés. Ha kell. Hát ne, ez nem biztos, hogy kell, mert ki az, aki ilyet akar inni. És akkor kezdődhet a műsor. Na, melyike kezdjünk? A scotch-sal, jó? Na, whisky. Finom mondjuk. Tényleg finom. Jó füstös. Wow, érezni a hordót. Tényleg minőségi, na. Nem tudom szedni, pedig nem vagyok scotch, és a Ballantine-t nagyon utálom. Az is scotch. Ez viszont finom. A pohár ugye a hűtőben volt. Na de, hogyha... Nem, ezt most azért megisszuk már, mert utána... Én tudom, hogyha iszom a mézes Jackit, akkor utána már nem... A bourbon után nem fog jól esni a scotch. De ez finom. Johnnie, te tudsz valamit, hallod? Nem véletlenül sétálgat. Na, nem is öblítünk. Nagyon finom íze van. Na de hát a Jackie. Ha, elolvadtam. Ez valami fenomenális. Szóval most ezután... Ez sokkal, de sokkal finomabb. De lehet, csak azért, mert mézes, ugye? Nem tudom, de imádom a Jack Danielsnek az ízét. És akkor most visszatérünk a scotchunkhoz. Nem, te vodkát innegen tiszta. De nem rossz. Azt hittem rossz lesz, mert ugye a Ballantine's az nagyon nehezen egy év alatt tudtam elosztogatni ilyen akárkinek, aki erre felé járt, azt le tudtam fogni, hogy ezt most megiszod. Mert utálom a pálinkát, ne úgy kezdeni, mert a Ballantine's egy olyan kaparós, egy olyan fúj, de ez kellemes. Johnnie, te tudsz valamit. Azt kell mondjam, hogy a scotchok között nekem ez... Van itthon scotch. Az arra jó, mert amúgy sem nagyon iszom, de ha már igen, akkor inkább a Jackit. De boldog új évet! Öblítsük-e vodkával? Ha már kiöntöttük, nem? De ettől így most már nagyon beleszek állva ennyi piától. Ezt sose értettem, ezt az abszolút vodkát, hogy ebben mit szerettek? Egy tiszta szesz. Jackie, ments meg, kérlek! Hú. Ez az íz, amit ha szeretek,
vagy amit szeretek, hogyha a számba marad, kezd felszívódni, vagy ennyire gyorsan biztos nem, de azért érezni, ez kemény munka. Ne csináljátok. Csinálom én helyettetek. Tesztelem én a piákat. És tényleg boldog új évet 2022. Sziasztok, iratkozzatok fel. Johnny Mac Jack. Ennyi volt a teszt. Hello, bello.